A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban ellátogatunk a Teleki Gimnázium pályaorientációs napjára, aztán foglalkozunk a fehérvári tini rehabbal, végül pedig figyelmükbe ajánlunk egy érdekes vállalkozói programot. Tartsanak velünk! Pályaorientációs napot tartottak a Teleki Blanka Gimnáziumban. A különböző cégek és egyetemek előadásain hasznos információkat hallhattak a diákok a jövőjüket illetően. Tök jól látszik az adott galaxisnak, mint a szint is észrevettek benne a vöröses szint. Boldog Ádám csillagászként dolgozik. Többek közt ő is előadást tartott a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium pályaorientációs napján, amelyet idén is nagy érdeklődés övezett a diákok részéről. Ádám is a Telekiben végzett annak idején, és mint mondja, számára is nagyon sokat jelentettek a pályaorientációval és a továbbtanulási lehetőségekkel foglalkozó napok. Szerintem nagyon fontos, hogy a gyerekek megismerjék a diákok, hogy milyen lehetőségek állnak előttük. Például a csillagászat az nem egy olyan triviális dolog, hogy csillagásznak is lehet menni, vagy kutatónak is. Emlékszem, mikor én voltam diák, akkor egy meteorológus kutatóhölgy volt, aki pályaorientációs napot tartott, és ez engem rendkívül megfogott. Úgyhogy tapasztalatból is mondom, hogy azért van haszna, nem is kevés ezeknek a pályaorientációs napoknak. Megismerik a különböző lehetőségeiket, és megtalálhatják így, ami hozzájuk a legjobban illik. Egy hivatás elsajátításához és aztán a későbbi elhelyezkedéshez többnyire az egyetemi vagy a főiskolai tanulmányokon át vezet az út. A gimnázium korábbi diákjai, akik jelenleg valamilyen felsőoktatási intézményben tanulnak, első kézből tudnak beszámolni és információkat átadni tapasztalataikról, amellyel megkönnyíthetik a telekis diákok döntését a továbbtanulással kapcsolatban. Az erdőmérnöki karról adtam elő és annak különböző szakjairól, és mivel az erdőmérnöki karnak különlegessége, sőt az egész soproni és selmeci egyetemnek különlegessége a hagyományrendszer, ezért kevésbé a szakmai és felvételi részre akartam kihegyezni az előadásomat, sokkal inkább beszéltem a hagyományainkról, Sopron és az egyetem szépségeiről, a diákság összetartásáról, és szerintem egy nagyon jól sikerült, és hát még talán humoros előadás is kikerekedett belőle, úgyhogy nagyon jó érzés volt beszélni a soproni dolgaimról itt a régi gimnáziumomban. Az, hogy visszajönnek ide volt diákok és elmondják a tapasztalataikat, az egyrészt motiválóan hat azokra a diákokra, akik itt tanulnak, hogy tényleg van értelme belefektetni energiát, és van célja annak, amit most tanulnak. És azért az, hogy saját tapasztalatokat osztanak meg az egyetemre járó diákok, azt szerintem nagyon hasznos tud lenni. Az intézmény volt diákjai mellett természetesen a Székesfehérváron működő felsőoktatási intézmények képviselői is lehetőséget kaptak a bemutatkozásra. Több mindentről beszéltünk. Egyrészt, ami nagyon új, most a felvételi rendszer egy kicsit változott, tehát erről azért beszéltünk. Aztán a szakjainkról, hogy milyen szakok vannak Fehérváron, hogy lássák, hogy milyen lehetőségek vannak itt Fehérváron, ami egyre bővülő. Műszaki képzések, gazdasági képzések, sőt egyre több mesterképzés is indul Fehérváron. És ami nagyon különleges itt Fehérváron, hogy kiemelkedő a robotika laborunk, nagyon sok és nagyon különleges roboton gyakorolhatnak a diákok. Tehát, hogy nem elméleti, hanem nagyon gyakorlati a képzésünk, és ezt a gyakorlatiasságot segíti az országosan kiemelkedő duális képzésünk, hiszen nálunk van arányaiban a legtöbb hallgató, aki duális képzésben vesz részt, vagyis helyi cégeknél a tanulás mellett gyakorlaton is vannak. A diákok pedig természetesen a megkülönböztetett figyelemmel hallgatták a pályaorientációs nap előadásait, hiszen jól tudják, hogy az itt hallottak meghatározóak lehetnek további tanulmányaik és a majdani elhelyezkedésük kapcsán. Átfogó képet kapok igazából arról, hogy mi az, ami felé el kéne indulnom, és nekem ez nagyon segít abban, hogy például a fakultációkat jövőre kiválasszam. Úgyhogy én nagyon szeretem őket, mert rengeteg előadó közül választhatunk, nagyon jó is ez a rendszer, és új is, tehát érdekes a diákok számára.
A tanulók számos szakma és cég, valamint felsőoktatási intézmény képviselőivel találkozhatnak a pályaorientációs napon. Rászné Kálmán Anikó, a Teleki igazgatója egyebek mellett arról is beszélt, hogy bár a pályaorientációs nap a tanév egyik kötelező eleme, azonban bőven túlmutat a kötelezettség jellegen. A 7.-8. évfolyamosokat általában külső helyszínre visszük a mai napon. Cégekhez, különböző gyárakba elviszik az osztályfőnökök, és a szülők ott is szintén bemutatják az ottani tevékenységet. Viszont a 9.-től 12. évfolyamig lehetőséget kapnak arra a diákok, hogy volt tanítványaink, szülők visszajöjjenek, és meghallgathassák azokat a pálya utakat, karrier utakat, amiket elértek. A pályaorientációs nap tehát átfogó képet ad a középiskolás diákoknak az előttük álló feladatokról és lehetőségekről, amelyek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a megfelelő döntést hozhassák meg továbbtanulásukkal és a későbbi munkaerőpiaci elhelyezkedésükkel kapcsolatban. A stúdióban vendégem Horváth Nikolett, az Egészségdok drogambulancia pszichológusa. Szeretettel köszöntelek, örülök, hogy itt vagy. Köszönöm szépen a meghívást. Na hát egy nagyon nehéz témáról beszélgetünk, és hát nyilván ez most a műsornak nem a legvidámabb része lesz, de kell és fontos erről beszélni szerintem. Ugye 2021 tele óta működik itt Székesfehérváron az Egészségdok drogambulancián a Tini Rehab, és most erről szeretnék egy kicsit beszélgetni, hogy tudjunk erről, és hogy lássuk azt, hogy van egyébként lehetőség, hogyha valakinek ilyen problémája van tini korban, és hát ez is szomorú egyébként, hogy már erről kell beszélni, hogy tinik drogoznak, de hát ez így van, és ez egy tény. Akkor ez lenne az első kérdés, hogy milyen életkort tudtok ehhez behatárolni? Az életkor nagyon... nagyon összetett, de azért látható az már, hogy ez a 13-14-15 éves korban a tinik igazából már találkoznak, akár a cigarettával, tehát hogy ott az nagyságrendileg ilyen 14 éves korban a kutatások szerint már az első cigaretta elszívása megtörténik, szintén ugyanebben a korban az első alkoholfogyasztás, rá egy évvel később az első igazi lerészegedés is már jelen van az életükben, és nagyjából 15 éves korban már megjelenik sok esetben ez a 9-10-es évfolyamnál az első szerhasználat. Ez általában a kannabiszokra korlátozódik az elején, és akkor így jön az összes többi a kipróbálás ranglistáján, de volt egyébként a rehabon nálunk 11 éves tini is, aki már szerhasználó volt, és hogy ezzel problémái voltak. Igen, na ez szörnyű hallani egyébként, mert hogy pont belegondolok, nekem is van egy 11 éves lányom, hát el sem tudom képzelni, hogy mondjuk ő drogot fogyasztana, meg hogy szerhasználóvá, meg függővé váljon, és igen, hogy utána milyen tünetekkel jár ez. És hát esetleg egy ilyen rehabra kelljen berakni, szóval ez tényleg egy borzasztó dolog lehet. És egyébként az, aki például 11 évesen hozzányúl, az milyen függő lesz? Mondjuk kokain? Vagy szúrja magát? Tehát ezek tényleg ilyen elképzelhetetlen dolgok. Hát általában most a tininknél a leginkább a designer drogok azok, amik előtérbe kerülnek, nagyon gyakori a kristály használat, de nem vetik meg az alkoholt, nem vetik meg a gyógyszereket, és ezeknek a különböző kombinációja, tehát a gyógyszer és alkohol, gyógyszer, alkohol, drog, tehát azért ők így mindent próbálnak, és mindent használnak. Okay. Legalábbis így ez a tendencia, ezt látjuk. Ki ismeri fel ezekben az esetekben azt, hogy probléma van? Mert azért hallottam olyat is, hogy a szülők nem annyira, vagy hogy így homokba dugják a fejüket. Ez is szerteágazó, tehát sokféle képet látunk. Van, amikor például egy gyerekkel foglalkozó pszichológus családsegítőtől jön a megkeresés. Volt olyan, hogy az iskola jelzett a szülőnek, és akkor így a szülő is észrevette, hogy probléma van, és ő hozza. De azért a szülők is aktívan részt vesznek ebben, tehát hogy azért ők is látják azt, hogy probléma van,
és nyilván nem szeretnék ezt így hagyni, és muszáj ez ellen a helyzet ellen valamit tenni, hiszen ez már az életnek minden területét érinti az ő esetükben. Akár azt, hogy iskolába járjon, akár azt, hogy a szülő tudja, hogy a gyerek hol van, akár az, hogy veszélybe sodorja saját magát, mert egy olyan társasággal tölti az idejét, és sok esetben látjuk azt is, hogy prostituálják ezeket a lányokat. Tehát, hogy tényleg minden területére hat az életnek. Összefügg egyébként sok esetben a családi háttérrel az, hogy mondjuk otthon gondok vannak? Igen, igen. Ezért is egy ilyen globális szemlélet az, ami nálunk jellemző, és amellett, hogy a gyerekek bekerülnek rehabra, és itt tanulnak, mert hogy tényleg tanulnak, kompetenciákat tanulnak, fejlődnek, egyéni esetvezetés van, pszichológushoz járnak, különböző foglalkozásokon vesznek részt. A család esetében viszont mindig kötelező a családterápia, mert hogy ezek a gyerekek az esetek többségében ugyanabba a környezetbe mennek vissza, ami megbetegítette őket. És ugyanúgy nem hagyhatjuk ezt a környezetet, és segítséget kell nyújtanunk a szülőknek is abban, hogy tudja, hogy ezt az esetet, illetve ezt a helyzetet hogyan kezelje, és hogyan tudjon jól reagálni a gyerek igényeire. És láttok is esetleg ilyen pozitív megjavulásokat, akár mondjuk, hogy a gyerek kijön ebből a helyzetből, és akkor mondjuk nem tudom, most mondok egy példát, anyuka, apuka rosszban van egymással, ott engedik egymással az életüket, és mondjuk ettől a családterápiától mondjuk megjavul a gyerek miatt? Én azt gondolom, hogy az a helyes válasz erre, hogy az a fajta igyekezet megindul a szülő részéről, ami már tudja segíteni azt, hogy ők egy oldalra álljanak és egy irányba haladjanak. Nincs varázspálcánk, tehát nem tudunk csodát tenni, viszont ha egy objektív rálátása lesz a szülőnek arra, hogy ez így nincsen rendben, és valamit szükséges tennie a gyerek érdekében, és a gyereknek a józansága érdekében, hogy azt ő meg tudja tartani, akkor azt gondolom, hogy mi már nagyon sokat tettünk. Na, beszéljünk akkor egy kicsit a tini rehabról, okay. Mert fontos, és én magam is jártam egyébként ott, láttam azt, hogy mondjuk itt ezek lányok, ugye? Igen. Legtöbb az lány. És hát egy ilyen bentlakásos kis otthon, ahol azt láttam, hogy foglalkozások vannak, és hogy van egy nagyon szigorú rend. Picit menjünk végig azon, hogyha mondjuk egy család felismeri azt, hogy probléma van, akkor megkeresnek titeket, akkor mi az első lépés? Az első lépés az, hogy ugye van egy megkeresés, ezt követően lesz egy első interjú, egy ilyen szociális első interjú, amit a kollégák tartanak, hogy egy kicsit megismerjük a családnak a helyzetét. Mivel jönnek, milyen korábbi, akár nem tudom, kórházi kezelés, bármi már történt, akár a szerhasználat miatt, ha van szakvélemény, pedagógus, osztályfőnök, ilyesmi, akkor ők ezeket behozzák. Ezt követi egy hogy a stáb dönt arról, hogy ez a gyermek felvehető-e, és amennyiben, mert hogy azt kell mondani, hogy jelenleg várólista van, tehát hogy nem tudnak a gyerekek azonnal beköltözni. Ilyenkor is nagyon fontos az, hogy gyerekeknek nem lesz elengedve a keze, meg a szülőnek sem, hanem akkor innentől kezdve ő egészen a beköltözésig ambulánsan jár hozzánk egyéni esetvezetésre, és már itt sokszor a kollégák megkezdik a családnak a segítését a családterápiával. Uh-huh. Hányan tudnak egyébként egyszerre ott lenni? Tíz fő tud jelenleg lenni, igen. És akkor milyen vagy időtartamokra mennek? Hát ez változó. Aki végigcsinálja ezt a terápiát, és a mesterszakasznak a végéig eljut, és búcsúztatóval tud elmenni tőlünk, ez ilyen 3 és 6 hónap, inkább a 6 hónap irányába kell szerintem elmenni, tehát hogy az a reális. De van, aki ezt előbb befejezi, van, aki búcsúztató nélkül elmegy, tehát hogy változó az, hogy mennyit. Sokszor látható, hogy elfáradnak, mert hogy tényleg szigorú az a rend, amiben ők működnek, de hogy ez fontos is, mert hogy ez a fajta szigorú rend, de egy elfogadó környezetben, és ezt is nagyon fontos hangsúlyozni, ez az, ami számukra biztonságot ad, ami eddig nem volt. Uh-huh.
mondtad ezt a szakaszt, ugye, vagy mester? Igen. De addig el kell jutni, ugye? Így és van. Ugye van több, például ugye most látom a saját kis papíromból, amit tőletek néztem ki, hogy van belépő szakasz, újonc szakasz, aztán a következő... Gyakorló. Gyakorló, és akkor ezután jutnak el a mester? Így van, szakra. És itt kompetenciákat tanulnak meg, vizsgáznak, feladataik vannak, terveznek, kimenőket, tehát kimenőkre mennek, és ezeket ők pontosan megszervezik, hogy kivel, mikor, hol lesznek, mennyi időt töltenek ott, és ezek ilyen szakasz elvárások is, hogy, erre, hogy ezekre képesek legyenek. Igen, mert most itt közben látom, hogy mindegyiknek megvan az a nap, be van határolva, hogy mondjuk a belépő az 3 nap, aztán jön egy hónapos időszak, és a többi, és a többi, és hogy közben ugye az is megvan határozva, hogy mennyit mehetnek bárhova, meg a szülőkkel is, hogy milyen időnként találkozhatnak. Így van, itt a telefonidőtől elkezdve minden megvan számukra határozva, tehát a legapróbb dolog is. Az egész napjuk nagyon feszes, tényleg az, hogy a különböző művészetterápiás foglalkozás, színházterápiás foglalkozás, családkonzultáció, egyénizés a pszichológusokkal, tehát hogy őnekik rengeteg feladatuk van, és mellette ott van nyilván azok a rehabos feladatok, hogy ugye mindenkinek van reszortja, amit csinálni kell, van, aki konyhás, van, aki a mosásért felel, tehát hogy van felelősségük, ami egyébként jót tesz ebben a helyzetben, egy önigazolás is, hogy ők képesek erre. Uh-huh. És a legtöbben mennyire nyitottan érkeznek? Mert azért a tiniket nézve most nem csak azt, hogy drogoznak, hanem ha nem is drogoznak, is problémásak nagyon sokan ebben az életkorban. Hogy ilyenkor, hát hallottam, amikor ott voltam, hogy azért van elég sok lázadás. És hát lehetnek ilyen elég komoly magatartás problémák. Ezeket hogy tudjátok kezelni? Meg hogy tudjátok letörni, vagy betörni? Szerencsések vagyunk, azt gondolom, mert van, aki önként jön, mert érzi, hogy ez gond, és van, ahol nyilván van egy kényszerítő eszköz, akár az, hogy így a család felett ott lebeg az, hogy kiemelik a gyereket a családból. Tehát mindegyikkel találkozunk, viszont a rehabos munkatársak nagyon felkészültek, azt gondolom, és ezért hálával tartozunk nekik, hogy jól tudják ezeket a helyzeteket kezelni. És tényleg mindig az, hogy megvan az a fajta elfogadó légkör, hogy ezeknek az érzés tömegnek, ami ilyenkor bennük dolgozik, ennek ott helye van, és ezt meg kell adni ennek a teret, hogy igenis ők ezt megélhetik, és azért azt látjuk, hogy csitulnak ezek a kedélyek szépen, tehát hogy ott van ez a megtartó segítő közeg, a gyerekek is egymásnak, a rehabos munkatársak is, és nyilván itt magunkra is gondolok, és hogy így szépen elcsitulnak ezek a nagy viharok, és elkezd valahogy így betagozódni ebbe a rendszerbe. Mi van akkor, ha mondjuk valaki nem teljesít egy szakaszt, akkor tovább marad abban a szakaszban? Igen, igen, de általában igyekszünk segíteni, hogy teljesítse azt, mert hogy ez nem csak arról szól, hogy jó teljesítse, és akkor pipa, hanem az, hogy ezek a gyerekek egy teljesen összezúzott, rombolt énképpel érkeznek, és általában így az az érzésük, hogy ők nem képesek, nem jók semmire, úgy se tudom megcsinálni. Uh-huh. Minek álljak ebbe a feladatba bele, hiszen nem fog menni. És ugye amikor egy ilyen szakaszt meg tud csinálni, ez nem csak arról szól, hogy jó, keszünk egy pipát, hogy megvan, hanem az is, hogy én erre képes vagyok, és hogy van kontroll az én kezembe is. Tehát, hogy ennek van egy ilyen sokkal fontosabb mögöttes tartalma. Uh-huh. Azért az elvonás, azért az megjelenik ugye elég erős teljesen. Ezekkel mi újság? Hát gondolom, aki bekerül oda, és onnantól nincs, vagy már mondjuk mondtad, hogy van egy előzetes szakasz, amikor ambulánsan járnak be, gondolom, hogy már ott is azért nyilván tisztulnak, de hogy azért hallani, hogy ezeknek elég komoly tünetei vannak. Igen, nem mindig sikerül abszinensnek lenni. Ilyenkor van hogy kell segítséget kérnünk nekünk is, és akkor a gyerek bekerül kórházba egy pár napra, amiatt, mert hogy elvonásban van, de ez általában egy pár napos, és akkor utána jól vannak. De ugye nálunk is van gyerekpszichiáter, nagyon jó szakembereink vannak, és azt gondolom, nagyon szerencsések vagyunk ilyen szempontból, és azért ők már nagyon hamar ezt észlelik és jelzik, és így tudunk rá reagálni, meg tudnak a munkatársak is erre hamar reagálni.
vegyük azt, hogy szerencsésen túljut valaki ezeken a szakaszokon, és hát nyilván ez az ideális, és ezért van a ti munkátok is, és az egészségdok tini rehab. Ezek után mennyi esély van arra, hogy esetleg visszaesik, vagy mennyi visszajelzést kaptok arról, hogy mondjuk sikeres a jövőben is ez a dolog? Látható most már az, hogy van visszaesés, de mi mindig azt szoktunk mondani, hogy a felépülésnek a része a visszaesés. Tehát, hogy ez nem feltétlenül rossz, az, hogy valaki visszaesik, és azt látható, hogy mondjuk a rehabról kikerülés után a visszaesés, vagy az újból az abuzálgatás, a használgatás az ilyen 50%. Tehát, hogy a fele a gyerekeknek azért újra bele-bele csúszik ebbe a használatba. Viszont, amit fontos hangsúlyozni, hogy ott van az igény a józanságra, és azokat a kompetenciákat megtanulja használni, és el is kezdik használni, amit itt a rehabon ezek alatt a hónapok alatt megtanultak. És a hosszú távú utánkövetés viszont azt mutatja, hogy nagyjából 10 gyerekből 8 józan maradt tartósan. Ami azt gondolom, hogy egy nagyon nagy dolog. Igen, hát ez mindenképpen jó hír. És hát örülünk akkor ennek, hogy bár nem könnyű a téma, de hogy azért mégiscsak van egy ilyen hely Székesfehérváron, és azt hiszem, hogy ez talán országosan egyedülálló, ha jól tudom, vagy nem tudom, hogy a 21 óta mennyit fejlődött ez a dolog, de én úgy tudom, hogy a lány tini rehabból nem nagyon volt így országos szinten. Nincsen, most sincsen, most is mi vagyunk az egyetlenek, úgyhogy erre egyébként nagyon büszkék vagyunk, meg a városunk is nagyon büszke lehet erre, hogy mi vagyunk azok, akik ezt először megcsináltuk. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszélgethettünk. Én további sok-sok sikert kívánok nektek ebben a témában, és remélem, hogy nem kell szomorú tényekről ezzel kapcsolatban beszámolni, csak jó hírekről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Harmadik alkalommal rendezték meg a TEA délután elnevezésű eseményt a Gazdaságházában, melynek fontos célja, hogy olyan kisvállalkozások találkozhassanak egymással, amelyek egyedi termékeket vagy szolgáltatásokat kínálnak. Kézműves ékszerek, stílus tanácsadás, kaligráfia, kozmetikai termékek és antioxidáns mérés. Többek között ezek várták a harmadik TEA délutánon a Gazdaságházában az érdeklődőket. Az eseményt először 2023. novemberében rendezték meg, akkor a karácsonyi ajándékozásra összpontosítva, és azóta a nagy érdeklődésnek eleget téve már a harmadik olyan alkalmat szervezték meg, melyen Fejérvár megyei kisvállalkozók mutathatják meg, milyen egyedi termékekkel és szolgáltatásokkal foglalkoznak, és mindezt a különlegesség és az én idő jegyében tehetik meg. Novakné Korán Gabriella, az esemény szervezője, maga is vállalkozást vezet, és saját kozmetikai termékeivel érkezett csütörtökön a TEA délutánra. Rajta kívül összesen 14 vállalkozó látogatott el a Gazdaságházába, de természetesen az érdeklődőket is szívesen látták. A legelső ilyen típusú rendezvény az tavaly novemberben rendeződött meg, és az volt akkor a hívószó, hogy a karácsonyra készülve olyan megoldásokat tudjunk nyújtani az érdeklődőknek, amik a személyre szabottságnak, az egyediségnek, a különlegességnek a megerősítésére szolgálnak. Tehát ugye itt a rendezvénynek az a neve, hogy Te a délután, és az az alcím, hogy különleges vagy. És én azt gondoltam, hogy olyan ajándékokat keresnek manapság már az emberek, amire, hogy ránéznek, akkor tényleg ez az erősség jut eszükbe, vagy ez a kivétel jut eszükbe, hogy igen, az a valaki nekem nagyon-nagyon fontos, nagyon különleges a számomra, és akkor ezért gondoltam azt, hogy a környékben olyan vállalkozókat hívok meg, akik egyedi termékeket készítenek, kézzel készített termékeket, vagy pedig olyan szolgáltatásuk van, amivel ezt a különleges feelinget tudják erősíteni. Annyi történik ilyenkor, hogy van egy nagyon-nagyon rövid, 2-3 mondatban köszöntöm a megjelenteket, és akkor utána mindenki egy 2-3 mondatban bemutatkozik, elmondja, hogy ki ő, mi ő, mivel foglalkozik, illetve azt, amit szeretne elmondani önmagáról, és miután mindenki bemutatkozott, akkor utána pedig egy ilyen szabad játék dolog következik, el lehet menni mindenhol körülnézni, megnézegetni a ékszereket, a stílus tanácsadóval lehet beszélgetni, és akkor utána egy 7 óráig pedig van egy ilyen szabad
foglalkozás jellegű dolog. Arckezeléseket lehet végezni, antioxidáns mérést, illetve hát ki, amire nyitott azt. Névjegykártyákat lehet cserélni, tehát itt igazából a fő szempont az a kapcsolatépítés, hogy új kapcsolatok szülessenek, akár a vállalkozók között, akár pedig olyan emberek között, akik csak vendégként vannak itt. Gabriella elmondta, az esemény fő célja a kapcsolatépítés. Mindenki meghallgathatta, hogy mivel foglalkoznak a többiek, és ki is lehetett próbálni egymás szolgáltatásait, így megtalálva a közös pontokat az esetleges későbbi együttműködés reményével. Mivel én magam is nagyon fontosnak tartom, hogy a kisvállalkozók egymást támogassák és egymást segítsék, és minél inkább több kapcsolat alakuljon ki közöttünk, ezért nagyon jónak találtam ezt az ötletet, és azonnal lecsaptam rá, és próbáltam besegíteni neki a szervezésben, amennyire tudtam, hogy minél inkább ez az esemény hírt kapjon, szerepet kapjon itt a város életébe, illetve hogy minél többen értesüljenek róla. Szerencsére elég kiterjedt kapcsolatrendszerünk van itt a megyében, nem is csak Fehérváron, hanem a környező település. Is, és nagyon sok olyan kapcsolódás van, amik már az elmúlt időszakban is sok-sok új lehetőséget nyitottak meg számunkra, egymást segítettük, egymást támogattuk, helyeket, lehetőséget nyitottunk meg egymásnak, és úgy gondoltam, hogy ez egy újabb lehetőség erre, hogy ez még szélesebb körben ismert legyen, és úgy gondolom, hogy ha az én ismeretségi körömet, illetve a mások ismeretségi köröket megnyitjuk egymásnak, akkor az egy újabb lehetőség lesz mindenki számára. Bohus Ágnes több kézműves irányzattal is foglalkozott már, azonban az utóbbi időben küldetésének tekinti a kisvállalkozók segítését és elindítását az úton, így ebben az eseményben is a kapcsolatépítés potenciáját látta meg. Nem volt ezzel másképp Gömöri Nikolett sem, aki Gyerekzsúr rendezvény szervező révén nagy érdeklődéssel érkezett a Tea délutánra. Van egy hölgy, akivel dolgozom együtt, aki dekorációkat készít nálam, és az ő meghívása által hallottam a rendezvényről, és mindenképpen el szerettem volna jönni, hiszen nagyon jó csapatépítő, illetve bemutathatom az én lehetőségeimet is vállalkozási szempontjából. A kisvállalkozók esemény sorozata nem áll meg. A nagy érdeklődésre tekintettel a következő alkalmat február 16-án szervezik, melyre minden érdeklődőt várnak a gazdaságházába. Ez volt már az Együtt magazin, köszönöm, hogy velünk tartottak, szép estét kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.